sütünk, és persze mindent csinálunk itt a fesztiválon. Orfűn vagyunk, Orfű Pécsnek a üdülő településének jött létre a 60-as években. Most az idén először húsvétkor megrendeztük a bográcsos ételek és házi sütemények fesztiválját. Eredendően a Mecsekháza a Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület kutatóháza. Leértünk a völgy aljába, ez egy kisebb égerláp, itt a, ma húzódik nagyjából a orfűi tavakig. Itt tulajdonképpen ez a két egyesület testvér. Így alakult ki, hogy a ház részéről ez a Bogrács Fesztivált rendezzük, és ehhez kapcsolódóan eredeti sportunknak megfelelően barlangtúrát is indítunk. És jó minőségű vizet lehet általában a karszforrásokból nyerni. Megnyitottuk a vízfőforrás barlangot. Ez egyébként egy nem látogatható barlang. Most ide óránként viszünk csoportokat. Így gyakorlatilag egy forrásba jutunk be, ahonnan táplálkoznak az orfűi tavak, és ennek a forrásnak a nyomvonalán haladunk. Az az a tó rész, ahol lemúlik a víz a szinte alá, a járadék is már fölnézünk. Barlangok élővilága viszonylag szűk, szegény, hiszen egy olyan elzárt terület, ahova természetes fény nem jut be, és tápanyag is viszonylag kevés van. Ennek ellenére azért lehet állatokkal találkozni. A legközismertebb barlangi állat talán a sokak által rettegett denevér, amitől egyáltalán nem kell rettegni. Akkor, amikor télen nagyon sok denevér terel a barlangokba, akkor nekünk be sem szabad menni éppen az ő nyugalmuk érdekében. Ebben még egy barlangászú légy közben enyhén állva meghajolva beszél. De ennél sokkal szűkebb az, ahol elkezdünk aggódni rajta, hogy szűk. Most nyílik a medvehagyma. Hamarosan ebből a gyönyörű, szép zöld erdő aljából egy fehér virágokkal tűzdelt erdő lesz, és ezen a láperdőn vezetjük végig a látogatókat. Reggel jógával indítottunk. Kipakoltuk a házi süteményeket, meggyújtottuk a bográcsok alatt a tüzet, és az összekészített alapanyagokból elindítottunk 7 különböző bográcsos ételt. Ilyenek kóstolni, nagyon finom! Nem egy vendéglátó egységnek a általános kínálatát lehet itt kóstolni, hanem valóban a házi ízeket. Ház étele az a barlangász pörkölt, ez gyakorlatilag egy pince pörkölt kicsit megbolondítva. Azt hiányzik legjobban az emberek életéből, hogy találkozzanak. Mindenki rohan mindenhová, mi most egy pici nyugalmat kínálunk, egy találkozási lehetőséget. Invitálunk mindenkit, hogy írja be a naptárába, hogy tavasz elején, húsvétkor, itt Orfűn, a Mecsek házában nagyszerű ízekkel és programokkal és egy kis mozgással, természettel találkozhat.